között. Ellátogatunk így Dubajnak a legcsillogóbb, leggazdagabb részeire, megnézzük, hogyan is élnek a gazdagok, miket csinálnak, hogyan tengetik napjaikat, és aztán pedig elmegyünk és megnézzük, hogy hol él a munkás réteg, amiről nagyon megosztó fejlemények jöttek ki az utóbbi években, hogy kik is és milyen körülmények között építették fel ezt a csillogó várost. Ami kívülről tényleg csupa csillogás, de ha mélyebbről is belenéz az ember, hát elég problémás dolgok is ki tudnak jönni, meg tudnak látszódni. Szóval most ennek fogunk utána járni. Először a luxus helyekkel fogjuk kezdeni, megnézzük a luxust, amiben az itt élő gazdagok élnek, de azért tévképzetek ne legyenek egyébként, mert azért ez a város, ahogy már az utóbbi napokban is észrevettem, azért, hogy mondjam, ugyanúgy van, mint a világ minden táján, hogy van pár gazdag, és a többi pedig vagy középosztály, vagy ugye a tömegek az alsó szegényebb osztályokba tartoznak. Ugye azt gondolom mindenki tudja, hogy az Egyesült Arab Emirátusok alapvetően annak köszönheti ezt a hatalmas fejlődést, meg vagyonát, hogy ugye rengeteg olajmezőt találtak, amiket 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évektől ugye iszonyatos tempóban elkezdtek kitermelni, eladni, és ez egy olyan mértékű vagyonnal ruházta fel ezt a nemzetet, mint más ugye öböl országokat is, hogy az valami elképesztő. De emellett ugye az emírségek, de legfőképpen Dubajban és Abu Dhabiban látszik, hogy váltanak át az olaj kitermelésről és csak az olajból való megélésről váltanak át a turizmus felé. Ez látszik igazából az egész városon, hogy iszonyatos mennyiségű hotel van, eszméletlen sok program, tényleg minden, éttermek, igazából luxus hátán. Első körben most beszéljünk is a luxusról. Nézzük meg először is azt, hogy hol is élnek a gazdagok. És mi más lenne az elsődleges helyszínünk a luxus megnézéséhez, mint a Burj Al Arab, a világ, hát mondhatni, egyik legluxusabb, hanem a legluxusabb hotele, a világ egyetlen 7 csillagos hotele. Na hát parkolást azért venni kell, de hát elég nagy sor is áll így a parkolóautomata előtt. Meg itt, ahogy látjátok, itt kettesével állnak a gésmergák. Na, hogy működik ez? Be kell írni a rendszámtáblát. 66, 43. 66. Na és akkor ennyi? Csak ki kell fizetni, beírni a rendszámtáblát, azt tudják is. Hát ez fasza. Amúgy azért elég fasz a bícsek vannak itt, meg milyen házak. Konkrétan így a jachtjukkal így a kertbe. Hát ez eszméletlen. Meg nem is olyan kicsi jachtok. Azt a mindenit. Ja, egyébként meg ott van a Burj Al Arab. Ugye a kis laza 7 csillagos hotel. Kicsit közelebb akarok menni. Aztán megnézzük kicsit alulról. De amúgy azért ez a part, ez amúgy döfi, elég jó. Amúgy erre a parkolásra, meg hát nem csak a parkolásra, hanem így magára minden közlekedési szabályra nagyon oda kell itt figyelni, mert amúgy 1 óra 200 forint, ha nem fizeted be, akkor meg megbüntetnek 15 000-re. A másik meg, hogyha gyorsan hajtasz, egy kicsit is, ő azt hiszem nem kicsit, mint azt mondták volna, hogy olyan 10-15%-kal meghaladhatod, de ha meghaladod, 60 000 forint. Ha már csak egyel meghaladod ezt a
15%-ot, akkor 60k. Az a minimum. De egészen felmehet ilyen 300 000 forintig. Távot váltasz indexelés nélkül 60 000, meg 80 000. Szóval nagyon oda kell figyelni, és például az ilyen nagyobb utakon kilométerenként vannak a trafipaxok. Kilométerenként. Nincs ám jelzés, mint otthon, hogy trafi lesz. Nem. Meg vagy baszva, az kész. Na hoppá. Itt azért van pár szuperautó. Bocsánat, hogyha nagyon izzadt a fejem, de iszonyatos a hőség. Iszonyatos, tényleg. Életemben nem csorogott rólam ennyire a víz. De azért ott egy Lambó. Meg egy G, meg még egy Lambó. Egy kék. Na hát, hogy meg tudjam közelíteni a Burj Al Arabot, ide a mögöttem lévő óriási hotelbe így be kellett szökjek tulajdonképpen, így a lobbinát. De sima. És már itt van. Már itt van, nagyon közel. Na hát a Burj Al Arabról igazából csak annyit, ha már itt vagyunk. Ugye, ahogy mondtam, az egyetlen 7 csillagos hotel a Földön, valamint egyébként a legmagasabb hotel, de igazából ugye a lakható része az nem olyan magas, csak van egy óriási egy nyúlvány, ami miatt ez a legmagasabb hotel a Földön. Igen, egy éjszaka itt, egy legolcsóbb szobatípust tekintve, olyan 500 000 forint per éj, ami hát már az kemény, de hogyha a legjobb szobát választod, akkor az olyan 10-15 millió forint. Időszaktól függően. Szóval mindenki döntse el így a saját pénztárcájának ismeretében, hogy megengedhetné itt magának akár csak egyetlen egy éjszakát is. Egyébként van rajta egy ilyen helikopterleszállópálya, amit alkalmanként átalakítanak ilyen DJ pultnak, vagy hát nem is tudom, hogy ilyen DJ helynek. Láttam már ilyen videót, hogy például David Guetta így ott lépett fel itt a helipadon. De ja, egyébként így ennyi. De ahol egyébként meg van, ez a Jumeirah Beach, ez a Jumeirah part, ez amúgy elég menő. Meg amúgy ez a hotel is, meg az a hotel is, és hogy itt látom, lehet ilyen autókat bérelni, amit a vízbe tudsz vezetni autó, nem vízi bicikli. Autó, rendes autó. De azt nem néztem is ilyen 100k, 20 perc. Szóval nem a legolcsóbb. Fú, de azonnal vissza a kocsihoz, mert megpusztulok tényleg, mindjárt, tényleg gutaütés fogok kapni, gutaütés. Ezt nézzétek. Nem tudom, látszik a kamerán, de mindenem csupa víz. Amúgy azt hiszem, ha nem tévedek, itt szokott megszállni kedvenc jótétlélek. Milyen? Jákob Zoli. Azt hiszem, láttam a videót, hogy itt volt a elnöki lakosztályban, vagy valami ilyesmi. Hát igen, ahol van pénz, azok tehetnek dolgokat. Nekem is itt kellett volna megszállni. Egy éjszakára megszálltam volna az egész dubai túrának az árából. Megérte volna. Hát szóval a gazdag turisták azok valahogy így pihengetik ki az évek fáradalmait. Itt. Hát itt pedig egy kicsit közelebbről Dubajnak az egyik kikötője. Már az előbb is mutattam, de innen kicsit jobban látszik. Itt látszik minden hajó. Van egy pár jó nagy dög. Fú, gyerekek! Az időjárás... az itt nem tréfa. De meg is égett az arcom. Látjátok, miket meg nem teszek, értetek? Ez halálos volt. Na, viszont most menjünk is tovább. Még egy hát elég drága környékre, ami nem más, mint ugye a Pálma-sziget, amit mesterségesen hoztak létre, építették. Ezzel is vannak egyébként különféle morális, etikussági kérdések, mint például, hogy tönkrevágták az ottani ökoszisztémát, ottani halaknak az irányát, nem tudom. Nem értek hozzá feltétlen, de hogy az ottani ökoszisztémának nagyon nem tett jót, hogy oda felhúztak egy ilyen mesterséges szigetet, beleöntöttek iszonyatosan sok homokot,
ilyen pálma alakba kialakítva. A másik mesterséges szigetről még beszéljünk, ugye a Föld térképét ábrázolja, de azon vagy még nincs befejezve, mert vagy én nem tudom, de kb. Egy-két kicsi szigeten van bármi építve, az összes többi az üres. De hogy ki menne oda és miért, meg oda lakni, minek, vagy csak hotelnak, hát én nem tudom. De minden esetre menjünk is a pálmra, nézzük, hogy a pálmon, tudjátok, a kis pálmafáknak a kis szigetei hogyan is élnek az emberek. Milyen lakóházak, milyen környékek. A következő videóban. Mert itt van a pálmon ez a villás környék, ahol ilyen villák vannak, mint mondjuk ezek. Ezek úgymond ezek az ágai a pálmának. Itt meg megy a metró. De hogyha így megpróbálnék itt lemenni, így, akkor... Hát itt végül elraktam a kamerát, mert bódéba ültek rendőrök, és nem akartam balhét, hogy mit kamerázgatok itt ezen a környéken. Akkor itt egyből sorompóval találom magam, meg remélem, hogy most a rendőrség nem épp rám szólt, hogy így mi a szart csinálok, mert nagyon-nagyon néztek a kis bódéból. Remélem láttátok legalább valamennyit, hogy milyen, tehát ide nem nagyon tudok bemenni, sajnos, de hát úgy nagyjából ilyen. És ehhez hasonló villák vannak. De amúgy itt a pálmon, tehát a pálma szigeten nézegettem, és azért így az árak, hogyha ugye a villás negyedeken, ahogy mutattam, hogy ami ugye el van kerítve ilyen sorompóval azon a környéken, ugye a pálmának így a szárain, hát egy hónap bérleti díj az olyan 8-10 millió forinttól indul. Onnan indul, onnan csak felfele van. Még azért azok nagyon komoly villák. De hogyha pedig az út közben vannak ilyen nagy apartmanházak is, azok is amúgy baromi jól néznek ki, azoknak pedig olyan 1,5 milliótól kezdődnek az árai. Ami azért kemény. És ez most itt egy maximum 2 szobás lakásról, apartmanról beszélünk. Kemény. Sokáig tartott ez, mire ide megérkeztem, de halljátok, ez az idefele út, ez a marina, ez a Dubai marina, ez még durvább, mint bármi, ahol eddig jártam. Hát itt aztán tényleg csak óriási épület, akkor ez a belvárosi rész itt, ez valami elképesztően jól néz ki. De erre nem számítottam. És most elmegyünk, eszünk először egyet, mielőtt neki látnék itt bármit csinálni. Bezártam az autót. Szóval a Raising Cane's-be akarok én így menni. De meleg van. Na szóval erről beszélek. És ez még itt amúgy semmi. Az ott befele van, csak itt tudtam lerakni az autót. Hol volt? O4, már Cheesecake Factory. Ott egy jó lenne kajánlás. De az a lényeg, hogy a Cheesecake Factory-nél állunk.
Ugye megnézem, hogy hol van így maga a Raising Cane's. Na és aztán bemegyünk oda arra a marina részre, ahol ugye átfolyik rajta a folyótenger, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Mert nyilván az tengervíz, de az egy ilyen folyótalkat. Brutális, brutális. Ez meg egy ilyen olyan bevásárlóközpont, ami alul van a parkoló, ez alatt, de hát látjátok, ez nyitott. Végig nyitott. Balmain, mindenféle üzletek, éttermek. Na ez a hely, ez teljesen más, mint amit eddig láttam Dubajból, de nagyon jó. Nekem ez a rész, esküszöm, jobban tetszik ez a Dubaj Marina. Csak tudjátok, mit nem értek? Hogy itt van ez az eszméletlen sok felhőkarcoló, de tényleg épp észre fel nem fogható mennyiség. Nem, most kb. Alig láttok belőle bármit, mert egymást kitakarják innen alulról. De hogy kik lakanak benne? De nem tudom elhinni, hogy egyszerűen van ennyi ember, aki tud benne lakni. Aki meg tudja magának engedni. Hát mondjuk biztos én vagyok a hülye. Na nézzétek, ez az a Raising Cane's. Chicken fingers. Na itt akarok egyet enni, ha nyitva van. Can I get a sandwich combo? Would you mind if I had this one sandwich combo? What do you like for the drink, sir? For the bread. Nagyon fura házi szószuk van, ez a Raising Cane-es szósz. Mennyire jó már amúgy az egész hely? Elég menő. Nézzétek itt. Different. Igen? Okay? Ja, én még mondom azt, hogy igen. Yeah. Milan. Milan. YouTube. Okay. Leírjuk neki. Na úgy, ha már itt vagyunk, akkor beszéljünk az éttermekről itt Dubajban. Amit nem szégyelsz enni és kifizetni, az itt van. Minden. Olyan luxus éttermek, minden gyors étterem a világból, Amerikából, minden, ami Magyarországon csak álom. Sőt, na, legtöbb európai országban is csak álom. Ez a Raising Cane's például, ez szerintem nincs is máshol, mint Amerikában, meg még talán nagyon-nagyon kevés helyen. De tényleg, olyan sushikat tehetsz, meg ha elmész, hát nem ritka a több százezer forintos cech. Olyan helyek vannak itt. El is készült. We have the bus for you, hot and fresh food. Thank Happy you. National Chicken Finger Day. Enjoy the extra finger, ketchup and condiments on the Thank side. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Hát itt nem olyan, mint az USA-ba videókon, hogy konkrétan adnak egy esztele csak a szószukkal, és abba tudod mártogatni. Itt beérik a ketchup-pal. Mondd is, nagyon jó. KFC is. Canterbury. Csak már amúgy ebben van ez a Raising Cane's-es furi szósz. Nézzük. Fú, na ez jó volt, he. Ez nagyon jó volt. Esküszöm nektek, tűrtőztetnem kellett magamat, hogy ne rendeljek még valamit, mert amúgy nagyon-nagyon jól laktam. De a szemem meg annyira kívánta, fú. Azt a mindenit, mi ez a lépcső? Lovak? Amúgy arabok szeretik a lovakat, meg a tevéket. Lehet azért vannak rajtuk lovak. Na menjünk, de jó színes. Úristenem, hát fel se látok odáig. De ez az időjárás. Gyilkos, tényleg gyilkos. Jobb itt az árnyékba. Na hát, kérem szépen, legalább így ezt is látjuk. Itt vannak a szép kis medence, minden. És mondjuk víz épp nincs benne, mondjuk nem tudom. Itt van pedig a szezonja. Nézzétek meg. És terasz, minden. Pagoda.
De nyugis kis környék, aztán nyugis. De én valahogy oda akarnék lejutni. Ide le. Na azt hol lehet? Azt hol kéne? Úgy látom, itt a házakhoz jár saját biztonsági őr is. Aki itt vigyáz az embereknek a nyugalmára, meg biztonságára. Na úgy tűnik, hogy itt át kell menjek, át ott. De ezt a skyline-t figyeljétek. Beszarás! Beszarás te! Nagyon kemény, nagyon durva. Ahol, amerre csak nézel, ott felhőkarcoló. Ez meg így lazán így a gyalogosoknak. Hát nem egy nyugati aluljáró, az tény. Grillezik a csávó. Na de igen. Ez itt a marina. Na, megtaláltam. Hát szevasz kis madár, hát ilyen madarat én még soha nem láttam, hogy milyen madár. Van madár szakértő, írja már meg kommentbe. Életemben nem láttam ilyen madarat. Ilyen madarat, mint én, aki 50 fokba itt mászkálgat. Ilyen madarat se látni minden nap. Ó, amúgy kiderítettem, hogy mi ez az MR felirat mindenen. Amúgy ez maga a dubai király. Az ő az MR. És még egy fun fact, hogy a Burj Khalifát, ha nem tévesek az információim, azt az Abu Dhabi király építette. Mert itt ez így megy. Ők építkeznek. Elég érdekes, de hogy itt a király az építőmester. Jó, nem úgy értem, hogy ő építi fel, meg ilyenek, meg ő tervez, de hogy ő finanszírozza, gondolom. Amúgy ez meg ilyen vízitaxi. Gondolom ez itt olyan, mint ez is tömegközlekedés. De nézzétek meg! Szépen itt kiköttök a jachtotokkal, minden, vagy a kis ladikjaitokkal, aztán szépen felmentek a valamelyik épületnek a tetejére, ahol éppen laktok. Brutál. Brutál meleg van. Ah, tehát látjátok, így ilyen nagyon fura alakokban itt így jön a víz. Úristenem, bemegyek az árnyékba, mert már patakzik rólam a víz, lefele patakzik. Amúgy ezt a játszóteret elég okosan helyezték el így a híd lábához. Legalább mindig árnyékban van. Baszki, akár merre megyek egy pár száz métert, és újabb felhőkarcolók nőnek ki így a földből. Elképesztő, tényleg elképesztő. Lehet bérelnem kéne egy ilyen bringát, és azzal menni itt egy kicsit, aztán visszahozni ugyanide. Úristenem, bejöttem már kicsit hűsölni. Nem tudom, mennyire látszik, hogy mennyire folyik az emberről a víz. Hú. Kicsit elkezdek itt nézelődni szerintem. Nézelődök egy 5-10 percet. Így vegyek ilyet? Vegyek ilyet vajon, vagy ne? Jó kérdés, nem tudom. Lehet inkább egy kis kávét? Hát nem, veszek valami vizet, aztán kimegyek. Ja, hát igen, a másik, hogy mire költik az emberek a pénzüket, ugye vossz vízre. Halljátok, esküszöm, veszek egy vossz vizet. 7,75 ér. Megkóstolom, megkóstoljuk, hogy milyen vizet isznak a gazdagok. Megkóstoljuk.
Na, ezt isszák gazdagék. Amúgy az üvege az fasza, jó kis üveg. Értem már, hogy miért vesznek emberek ilyet. Mert jó az üvege, és aztán újra töltik csapvízzel. Na, lássuk. Illata nincs. Mennyei víz, azt a kurva. Jó, amúgy most nem akarok sznopkodni meg ilyenek, de amúgy tényleg jó. Amúgy tényleg, te a faszan. Hát mondom, hogy fizetnék érte mindig ilyen 800 forintot, de az utó íze nagyon jó. És nem ilyen gyógyvíz meg ilyenek, nem, csak egy... Menjünk is, és nézzük meg, hogy milyen körülmények között élnek azok, akik tulajdonképpen lehetővé tették azt, legalábbis, hogy felépítették két kezi kőkemény munkájukkal ezt mindent, amit itt mögöttem láthattok, meg előttem. Menjünk, nézzük is meg. Egyébként még csak egy megjegyzés. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy azért építkeztek ilyen magasra, azért építettek ennyien rohadt magas házat, hogy legyen árnyék. Nem bírták a napon, csírák voltak, ezért mondták, hát mi a legjobb módja annak, hogy ne kelljen annyit napon lenni. Hát építsünk ilyen baromi magas házakat, azok majd sok árnyékot fognak biztosítani. Amúgy így, hogy áttértünk most már a luxusról a szegényebbekre, azért kiemelném azoknak a helyzetét, akik hát például ezeket a környékeket takarítják, itt dolgoznak, mint például mondjuk ő általában Indiából, Pakisztánból, meg ilyen helyekről, meg Fülöp-szigetekről, nem túl nagy bérekért, nem sokkal többért, mint ott, hasonló fizetésekért, mint amúgy otthon, ilyen 200 ezer forint körül, valamint a másik, ugye a futárok, és rengeteg futár van, rengeteg, ugye itt is egy, totálisan teljesen beöltözve, meg láttam még egyet, és gondoljatok bele, így beöltözve, ilyen ruhába, az mekkora halál, mekkora halál. És nem csinálnak agyon fizetve, mondom, nem keresnek többet ezek az emberek, mint Magyarországon, hanem kevesebbet. És az albérlet egy rendes lakás, hogyha egyedül akarsz lakni, azért alsó hangon az is egy ilyen kint, nagyon kint, egy ilyen 200 ezer forint per hó minimum, de akkor az olyan is. Szobákat tudsz bérelni, ami viszonylag olcsóbb, és valószínűleg ők is így oldják meg. Na, így viszont, amíg oda nem érünk, addig egyrészt mesélnék arról, hogy Dubaj lesz az utolsó úti célom, mielőtt elindulnék egy, hát legalább 3 hónap, de lehet fél éves, vagy akár annál is hosszabb ilyen világkörüli útra, de leginkább Ázsiába, Dél-Kelet-Ázsiába, és onnan fogok napi vlogot készíteni, minden napomat, nehézségeimet, szép dolgokat, miket eszek, mik történnek, milyen egy ilyen út, mivel jár egy ilyen út, milyen költségekkel jár. Tehát, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, és ne maradjatok le róla véletlenül sem. Most itt vagyok Al-Quaz negyedbe, ahol tulajdonképpen elszállásolják a mindenhol dolgozó pakisztáni, indiai, Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat. Egyébként nagyon depresszív a hangulata ezeknek a helyeknek.
Hát mondjuk nem csodálom, mert ezeket a vendégmunkásokat nagyon sokszor tényleg olyan körülmények között tartják a munkaadóik, hogy mondjuk, mint tudom, kibérelnek egy ilyen óriási házat, nem is házat, hát ilyen kb. Ilyen gyárépületnek tűnik, és akkor abba ki van alakítva rengeteg-rengeteg szoba, ugye rengeteg ágyjal, rengeteg emeletes ágyjal, és ott ilyen 8-10 vannak bezsúfolva egyetlen egy szobába, nagyon rossz körülmények között. Egyébként láttam itt is, meg ugye a város szerte, ahol nagyobb építkezések voltak, rengeteg-rengeteg ilyen buszt, amivel viszik őket, amiknek az állapotáról, hát hagyd ne mondjak semmit. Bent a városban iszonyatosan jó minden, nagyon új, modern minden, nyilván a pakisztáni vendégmunkásokat pedig egy ilyen lerobbant, klíma nélküli, konkrétan benézel és látszik, hogy mindegyik ablaka ugye ki van nyitva, és ilyen nagyon pici kis ilyen műanyag ventilátorok vannak felszerelve így 2-3 soronként. Na hát így kezelik őket leginkább. Tehát ezek tulajdonképpen ilyen munkatáborok, ahol tartják őket. Ez legalábbis az otthonok. Azok ilyen, hát olyan munkásszálló, de annál sokkal rosszabb körülmények. Nagyon rossz a higiénia ezeken a helyeken. Sok esetben nincs is megfelelő hozzáférésük akár vízhez, meg ilyesmik. Azt hozzá kell tenni, hogy ráadásul iszonyatosan hosszú órákat dolgoznak ezek az emberek. Tényleg napi 12 órákat, 6 nap egy héten, és ugye mindezt a több mint 40 fok melegben nagyon sokszor, ugye az év körülbelül felében 40 fokos vagy annál magasabb hőségben kell ezt ugye csinálniuk. Annak ellenére, hogy egyébként van rá szabályozás vagy törvény, hogy ugye a legforróbb napszakban nem lehet dolgoztatni. Nyilván aki ezt nem tartja be, nyilván akkor is dolgoztatni fogja ezeket az embereket, akiknek tulajdonképpen nincs nagyon sok lehetősége arra, hogy felemeljék a szavukat, hiszen itt az Egyesült Arab Emírségekben van egy olyan törvény, ami a bevándorlókat a céghez köti. Tehát a vízumokat azt a őket szponzoráló céghez köti. Tehát hogyha felemelnék a hangjukat, vagy bármi kirúgnék őket, akkor azonnal hagyhatnák is el igazából az Egyesült Arab Emírségeket. Ezért nagyon keves embernek felszólalni bármi ellen. Ezért sokkal-sokkal gyakoribb az embereknek a kihasználása, a munkavállalók kihasználása. Meg hát nagyon sokszor ugye, akik más országokba jönnek, nincsenek is tisztában a jogaikkal, mert azért ez nem ritka, hogy az emberek nem jogászok legtöbb esetben, és főleg nem az építőmunkások. Nyilván nem az ő hibájuk, hogy nem tudnak a törvényekről, meg minden, de ez is egy pont, amit nagyon-nagyon súlyosan ki is használnak. Anyagilag ráadásul nem ritka, hogy 200-300 dollárnál per hó nem kapnak többet, tehát egy ilyen 70-100 000 forintot kapnak havonta. De ugye nem ilyen reményekbe jöttek ők ide, hanem magasabb fizetés gyanánt, de amikor megérkeznek, ilyen fizetésért dolgoztatják őket, és ráadásul sok esetben az sem ritka, hogy már alapból akár forintos, milliós összegeket fizettek ki ügynökségeknek, hogy egyáltalán megszerezzék nekik a munkákat itt Dubajba például, vagy itt az Egyesült Arab Emírségekbe. De hát ahogy ugye hangzik is, ennyi pénz, ez a 200-300 dollár, 70-100 000 forint, az mint ahogy Magyarországon se sokra elég, itt se elég, szinte semmire, vagy talán még kevesebbre, ha egy például egy lakásbérlés nézünk, mert ahogy említettem is, az is van, szoba is, minimum 100 000 forint. Ezért is vannak ilyen szállásokon, ilyen munkásszállókon, ahol lehet ugye őket látni. Valamint nagyon sokszor késői fizetést kapnak, tehát nem kapják meg időben a fizetéseket, vagy egyáltalán meg sem kapják a fizetést, ami újabb komoly-komoly gondokat tud nekik okozni. Ezeket a szerencsétlen embereket ráadásul még olyan szinten is kihasználják, hogy mielőtt ideérkeznének az országba, meg ezekre a munkahelyekre, teljesen más munkakörnyezetet, vagy akár munkát mondanak nekik, hogy majd mit kell csinálni, és a valóság pedig teljesen más, sokkal nehezebb munka, sokkal több munka, és ahogy már mondtam, nem tudnak ellene csinálni semmit, mert nincs meg hozzá a tudásuk, vagy félnek, és nem mernek lépni.
Szóval mindennek tudatába, igen, Dubaj egy gyönyörű város, elképesztő, hogy mit tudtak itt létrehozni, de az is biztos, hogy itt aztán még inkább kiütközik az iszonyatos gazdagság és az óriási szegénység és nyomor. Amikor ezeket az embereket elnézed, itt tényleg, ahogy nézegettem, nagyon depresszív. Amúgy parkolóhelyet se találtam, meg amúgy őszintén ki se akartam volna szállni ezeken a helyeken. Gondoljatok bele ebbe az extrém melegbe, amiben ezeknek az embereknek mindennapjaikat tengetni kell. És egyébként még az sem ritka, hogy elveszik az útlevelüket is, és akkor aztán tényleg soha nem tudnak menni, még a nagykövetségre sem, hanem rövint rabszolga dolgoztatva vannak az épületek tetején 40-45 fokba, úgy, ahogy még én is konkrétan fél óra alatt folyóban, nem patakokban, folyóban folyt rólam a víz. Minden ruhám iszonyatosan leizzadt mindenhol. Na képzétek el ezt. Na de egyébként ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és most pedig megyek egy luxus hotelba. Hát tudom, kicsit kontrasztos, de most megyek egy nagyon menő, egyik legmenőbb hotelba itt Dubajba, és megnézem, hogy mit is tud ajánlani nekem ez a hotel. Ha ez is érdekel titeket, akkor is mindenképpen iratkozzatok fel, nézzétek meg az Instagramomat, oda jött is kövessetek be, és találkozunk a következő videóban.